Letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetik azt a 4 férfit, akik tegnap megtámadták az operatőrünket, miközben a siófoki kórházról próbált felvételeket készíteni. A híradónknak nyilatkozó jogász szerint csoportosan elkövetett garázdaság és rongálás lehet a gyanú, ami miatt nyomozást rendelnek el a feljelentést követően. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, munkatársunkat a kórházból érkező 3 férfi, illetve 3 biztonsági őr kíséretében támadta meg, és próbálták elvenni a kameráját. Kérem, hagyja, hadd dolgozzon. Igen. Ne kamerázzon, ne kamerázzon! Hívja a rendőrt, ne kamerázzon! Senkire nem engedtem meg, hogy kamerázzon. Így rontott rá a siófoki kórházból kiérkező férfi és 3 biztonsági őr az ATV operatőrére még pénteken. Kollégánk kérte, hogy hagyják őt dolgozni. Határozottan azt is kérte, hogy ne érjen senki a felszereléséhez. Ne nyúljon a cuccomhoz! Ne nyúljon a cuccomhoz! Ne nyúljon a cuccomhoz! Kérem, hagyja, hadd dolgozzon! Innen már bemutattuk a folytatást. Megkértem őt is, hogy egyrészt, hogy mutatkozzon be, mert hát mégis kivel beszélek, nem mutatkozott be, nem mondta, hogy ki. Azt a szót követett, és nekiállták rángatni engem is, azt hiszem, egy kicsit meglöktek, az lényegtelen, nekiálltak rángatni a kamerát, engem. Effektíve a dolog ennyi, röviden ennyi történt. Ez az a pont, ahol elkezdődött a személy elleni támadás, látszik a kamerának a rángatásán. A tegnapi adásban leadott felvétel alapján egy pécsi ügyvéd azt mondja, hogy nagyon komoly bűncselekményeket követett el a kórházból kiérkező 4 ember. Ez csoportosan elkövetett garázdaság büntette, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény, és a riportból hallhatóan a kamera megsérült, valószínű, hogy komoly kár keletkezett benne, ez pedig rongálás lesz, ami azt jelenti, hogy halmazati büntetésként akár 4,5 év börtönbüntetésre is számíthatnak az elkövetők. Az eset után kollégánk a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett.